Sziasztok! Ma is egy ilyen különlegességgel készültünk, ez a Lidl-ben kapható limitált kiadású citromos bodzás limonád és ízesítésű pöttyös túrolódi. Tavaly már lehetett kapni, idén újra visszahozták. Tavaly kb. Lehetetlen volt beszerezni, aki próbálta, az biztos tudja. Hát nézzük meg, hogy milyen is lett ez a túrolódi. Ugye érdekes, hogy nincsen különjelölve rajta a kis kinyitós csík, vagy legalábbis én nem vettem észre. Lehet, hogy van, csak ugye nem jelöl. Nagyon van. Lehet, hogy a másik végén van. Aha, itt van egyébként, mert belül látszik a csomagolásban, látszik, hogy van neki. Na, hát nézzük meg. Ketté vágom a túrolódit. Jó. Hát, ha sikerül úgy, hogy ne legyen szétesve. Egész jól sikerült. Na, hát akkor amíg te megkóstolod, addig én megmutatom nekik a kamerában. Jó. Hogy milyen. Tehát ez a megszokott töltött jellegű túrolódi. Igen, addig megszagolom. Illatra egyébként túrós és valami savanykás, tehát ugye a bodza nem jutna el szembe. Kóstolod meg egyébként, leginkább én azt mondom, hogy a savanykás íz érződik, nem rossz. Mondjuk lehetne ennél citrusosabb idézőjelbe, bár ha azt nézzük, hogy inkább citromos bodzás, tehát inkább az édes íz. Kijön a bodza íz. Igen, egy picit. Nem az a bodza, amit igazi bodzának tartanék, de a bodzaszörpöknek a amit így lehet kapni. Igen, a jelezetes aromája. Szörp, azt abszolút hozza. Igen. Nem lehet rossz igazániból. Aki szereti a különleges túrolódikat, annak ajánljuk. Finom lett, tehát, hogy és ugye csak limitált ideig kapható, úgyhogy érdemes lecsapni rá, és csak a időben. Ha kíváncsiak vagytok a többi videónkra, akkor nézzétek meg a videóinkat a YouTube-on, mert számos érdekességgel foglalkoztunk. Sziasztok!